a videóban összefoglalom nektek, hogy mik azok a könyvek, amiket szeptemberben olvastam el. Most 7 könyvet sikerült elolvasnom a hónapban, nem feltétlenül a leghosszabbakat, tehát a leghosszabb is csak 380 oldal, de az átlag bőven 300 oldal vagy az alatt van. Becélzett korosztályban eléggé vegyes, 2 kifejezetten gyerekkönyv, 3 ifjúsági és 2 felnőtt, 2 contemporary, 3 ilyen kalandozós, fentezés, vonalon mozgó dolog, 1 horror és 1 klasszikus. Az első könyv, amit befejeztem, Sarah Penny Packertől volt a Pax. Ez egy gyerekkönyv, aminek a főszereplője egy kisfiú és egy róka, akik nagyon jó barátságban vannak, a fiú neveli a rókát, viszont a háború beköszöntével a fiúnak el kell mennie, és hátra kell hagynia a rókáját, de nem telik el sok idő, amikor eldönti, hogy már pedig ő visszamegy érte. A történet mind a két karakternek a nézőpontját követi, és én ebből a könyvből arra számítottam, hogy ez egy tipikus Ember és kutya legjobb barátja című történet, amit egymásra találnak, ilyen leszi, meg hasonlók, típusú történet lesz, csak rókában. Hosszú értékelés röviden, nagyon nem tetszett ez a könyv. Maga az alapháború nincsen értelme. Lehetett volna több intelligenciát feltételezni attól, és nem egymásnak ellentmondó állításokkal leírni azt, hogy pontosan mi folyik itt, mert valahogy a víz miatt tört ki, de mégis azt látjuk, hogy itt mocsarak vannak, meg folyók vannak, meg mindenhol van szabadtéri víz, és így ez így fura. Ami viszont nagyon nem hiszem, hogy kellett volna gyerekkönyvbe, az a gore. Ugyanis a rókának a történetekben eléggé véres jelenetek is vannak, tehát ami nekem annyira nem felkavaró, de azért nem hiszem, hogy a gyerekem levágott rókalábakat akar olvasgatni. A fiú szellem pedig bejön egy olyan mellékkarakter, egy olyan tanító jellegű figura, aki így osztja magából a falra tűzhető instant életbölcsességeket, ami nagyon idegesít, hülyeségek, meg ilyen nagy fellengzős állítások armadája, ami így nem kedvenc. Még azt is gyengeségének érzem a könyvnek, hogy borzalmasan ismétlődik a könyv, tehát az üzenete is súlykolódik, a kisrácnak a történet elemei, meg a levont tanulságai is ismétlődnek, ami alapból egy nagyon rövid 250 oldalas könyvnél ez nem megengedhető, tehát az, hogy nincs is semmi irodalmi értéke az ismétlődésnek, mint bármilyen más, inkább erősebben némesei jellegű történetnek, ez nem jó. Ezek mellett pedig van a vége. Nos, a történet vége az egy ilyen felállású sztoriból, és tekintve a gyerekkönyvről van szó, eléggé könnyen levezethető, hogy körülbelül milyen végre számíthatunk, hogy melyik az a 3 opció, ami lehetséges, és mind a 3-ban lehetett volna valami nagy hatást kifejteni az olvasóra, amit én nem éreztem át. Én ezt a könyvet azért vettem a kezembe, mert sírni akartam, és nem sírtam egy könnyet sem. Kérem vissza a könyvbe ölt időmet. A második könyvem már egy sokkal, sokkal kellemesebb olvasmány volt, ami a Virágot Algernonnak volt, Daniel Keith-től. Ennek a könyvnek a főszereplője egy értelmileg visszamaradott ember, akin elvégeznek egy kísérletet, hogy magasabb intelligenciájú legyen, és konkrétan azt hiszem meg 3-szorozódik az IQ-ja a történet folyamán. Ebben a könyvben megkaptam azt a depresszív érzést, amit a Paxtól is elvártam volna. Hú, nagyon-nagyon jó volt ennek a könyvnek az általános hangulata, nagyon jól alátámasztja a tónust, amire ennek a történetnek szüksége van. Maga a történet egy buta ember köré rendeződik, és remekül bemutatja azt, hogy milyen megaláztatásokon megy keresztül a hűde okos emberek által, még akkor is, hogyha az érzelmi intelligenciában pont fordított a számok aránya. És ezt néha megrendítő volt olvasni, főleg, hogy olvasóként mi tudjuk, hogy mi történik, és utána a főszereplő is tudja, hogy mi történt vele annak idején, és hogy mennyire nem kezelték őt emberként.
teljesen más ok miatt nem tud kapcsolatokat kialakítani az emberekkel, tehát a magányosság az nem egy intelligenciához kötött dolog, ezt remekül bemutatja a könyv, oda voltam érte. Valahogy ezt az egészet körbe tudta fogni a leginkább a gicsmentes empátia szavakkal tudnám leírni azt, amit ki is csinált, tehát így úgy lehet együtt érezni a főszereplővel, és úgy vannak megfogalmazva az érzések, meg az állítások, hogy az ember nem akar tőle vattacukrot hányni. Ami még egy nagyon jó alapozást adott a történetnek, az az írásképp változása a történet folyamán, hogy a központozás teljes hiánya, a rossz helyesírás, rossz szavak, nagybetűk nem ismerete, ebből átmegy egy teljesen korrekt nyelvtannal rendelkező, kifejezetten bő szókincsű írásmódba. Ez jó, ilyen történetben naplóregény lévén egy alapnak számít, de nagyon jó döntés volt, és összességében ez a könyv nagyon jól átadja a hangulatot, meg az üzenetet, amit szeretne átadni, és ezt minden írói eszközzel alátámasztja, amivel csak lehet. Én nem tudom, hogy ez a könyv miért nem kötelező olvasmány. Szerintem egy kiemelkedő alkotásról van szó, és megérdemelten van rajta a klasszikus címket, nem csak azért, mert legalább 60 éves. A harmadik könyv, amit olvastam, Michael Endétől volt a Momo. Ennek a történetnek a főszereplője egy kislány, Momo, aki egy olyan világban él, amit kb. Így Olaszország inspirált, de nincsen megnevezve, hogy ott vagyunk, és a történet fókuszában állnak a szürke urak, akik lényegében ellopják az emberek idejét, és Momo az egyetlen, aki meg tudja ezt állítani. Ezen a kötettel igazából egyetlen egy problémám van, az eleje. Az első 50 oldal ilyen nagyon micrendés, nagyon mesés, nagyon világépítős, és bőlére ereszve mutatja be a mellékkaraktereket, a kapcsolataikat, amikre nem tudom, nekem speciál nem lett volna annyira nagy szükségem. Magát az üzenetet, amit az első 50 oldalnak át kellett volna adnia, át lehetett volna adni kevesebben is. Ettől a weird világépítéses kis hibától eltekintve, szerintem ez a kötet fantasztikus. Kézikapásból azzal, amikor megjelennek a szürke urak, az első szürke ura, aki egy magában főfókuszban megjelenik, előadja a nagy beszédét, a monológiát, az egy olyan gyönyörű kapitalista call-out, ahogy megfogalmazza az egész pénz, idő, takarékoskodás, tehát mindennek is pénzt kell hoznia, különben nem ér semmit, hozzáállást, effektíve rosszul éreztem magam, mint hogyha valaki így a vesémben látna, hogy már mi az, hogy hobbi, mi az, hogy valakivel időt akarsz tölteni, ami nem hasznos, miért nem teszed azt is pénzé, ez így főleg így napjaink van így a vloggereknél is, meg úgy, hogy mindig valami olyat akarunk csinálni, amiből nekünk jobb lesz, ez így nem emlékszem pontosan, hogy mikor a könyv, aztán valamikor a 70-es évekbe íródott, de nagyon jól ráérzett arra, hogy mi a mai világnak az eszenciája és a fő problémája, és ez borzalmasan jó volt. Ezek mellett nem csak a kapitalizmust kritizálja, teszi meg antagonistává, hanem a kapitalizmus eszközének választja magát a fogyasztói társadalmat. Ez a csak akkor leszel boldog, hogyha újabb és újabb és újabb dolgokat veszel. És ezek a dolgok jók és hasznosak. Vagy csak egyszerűen veszel és veszel és veszel, mert már az is boldogságot hoz. Azzal tudsz boldogságot hozni magadnak. Ez így nem tudom, Michael-en, de hogy látod ennyire a jövőbe, de frenetikus. Nekem az az olvasat a kedvencem, hogy Momo nem is igazából egy karakter, aki úgy, mint személyiség létezik, hanem ő egy eszmének a megtestesülése, ez pedig a türelem és az empátia. Csak Momo tud szembeszállni a szürke urakkal, csak türelemmel és empátiával tudunk valahogy gátat venni annak, hogy mindig csak többet és jobbat és még többet akarjunk, és ez
annyi különbözőféle értelmezése van, utána olvastam még, hogy ki hogy értelmezi ezt a könyvet, valaki bibliai történet újramondást lát benne, valaki, aki hasonlóan, mint én így a kapitalizmus kritikáját, rengeteg ilyesmi van még, és csodálatos. Megértem, hogy miért nem feltétlen kötelező gyerekirodalom, de nekem szerintem felnőttként jobban szíven ütött, mint hogyha gyerekként olvastam volna, de hú anyám, ez a könyv remek, olvassátok el. A negyedik könyvem, amit befejeztem, az Laura Stevens-től a Minden csak nem oké. Ennek a főszereplője egy árva, eléggé szabados életvételű fiatal tínédzser leányzó, akit egyszer lefotóznak, amikor egy kerti burin lefekszik egy sráccal, és egy külön neki dedikált oldalt hoznak létre, ahol lejáratják őt a szexualitásával. A történet egyik fájó gyengesége az a stílus és a humor. Ugyanis így a főszereplő lányka megpróbálja elenni magát, hogy már pedig ő egy humorista, és hogy ő mindig humorral vészeli át az egészet, ami tök oké, de nem vicces, amit mond. Maga a stílus is eléggé proli. És nem jött be, nagyon nehezen rágtam át magam addig, amíg végre bele nem csaptunk a lecsóba. Ami még ezen kívül weird lehet, az a történet helyszíne. Nincsen pontosan deklarálva, hogy hol vagyunk, azon kívül, hogy Amerikában nem úgy érződik a történet, mintha Amerikában játszódna, és ahogy utána néztem, valószínűleg az történt, hogy a szerző alapból Nagy-Britanniába helyezte a helyszínt, csak ott a történet témakörében játszódó törvények megváltoztak, és ezért kénytelen volt átcsapni a történetét az USA-ba, és szerintem magyar olvasóknak annyira nem tűnik föl az, hogy mennyire brit a könyv, nekem legalábbis csak ilyen nagyon kis részben tűnt fel, hogy na, igen, ilyen típusú szóhasználattal per történetelemmel nem nagyon találkoztam volna egy tipikus amerikai környezetben, de hogyha az ember ezt angolul olvassa, és sokkal jobban tisztában van az Amerika versus Nagy-Britannia különbségekkel, akkor ez borzalmasan zavarni fogja. A történet által kiemelt témák viszont remekek. Kezdjünk kapásból egy olyannal, ami nem egyértelmű, hogy benne van a történetben, a friendzone. A főszereplő lánynak van egy srác barátja, aki ebben az évben megváltozik, és mindezt úgy csapódik le, hogy belezug főszereplőnkbe, főszereplőn pedig így 100%-ig nyílt vele, hogy figyelj, én ezt nem akarom. Persze néha van ilyen kis félrelépése, amikor nem pontosan tudja, hogy mit szeretne, hogy mi lenne a legjobb döntés, de számára egyértelmű, hogy nem akar semmit. Többször is megmondja a srácnak, hogy nem akar tőle semmit, hogy barátként akarja kezelni, és ezt a srác nem tudja kezelni, mert neki már az, hogy kedves a lányjal, meg hogy mit tudom én, mindenfélét megvesz a lánynak, szerinte neki a lány vonzalma ezek miatt jár. Azért, mert egy látszólag értelmes embert, és gyönyörűen végigvezeti a könyv azt, hogy ez mekkora hülyeség. A friendzone az fáj, de tessék elviselni. De a kötet fő témája a bosszúpornó, és ezek mellett leginkább az áldozat hibáztatás. Vagyis természetesen csak a főszereplő lány kapja meg érte azt az orbitális szarhalmot, amit megkapott, a srácok természetesen nem. Vannak olyan karakterek persze, akik kiállnak főszereplő mellett, vannak akik baromira nem, de akik kiállnak, azok mindig ott állnak erősen, hogy amikor a főszereplőnek éppen nincsen energiája bármit tenni az áldozat hibáztatás ellen, akkor ő feláll és beolt mindenkit helyette. És ez gyönyörű. És ezzel a legjobb barátnővel szeretnék átkapcsolni az utolsó kiemelendő pozitív gondolatomba, hogy ez a könyv annyira természetesen sokszínű, tehát maga az, hogy a főszereplő árva és a nagyanyja neveli, ez remekül van beépítve a történetbe. A legjobb barátnő azt hiszem nepáli származású, és pont emiatt az anyja egy kicsit ilyen fura távol-keleti kult dologba van benne, nevermind, van benne LMBT szál, nem a főszereplő és bárki között, hanem
mellékkarakter szinten, van benne egy kerekesszékes szereplő, van a könyvben egy fekete love interest, és ez így, így olyan természetesen van itt, mintha nem lenne benne semmi extra, és ez a jó, mert ez a jó természetes hangú diverzitás. Imádtam. Záró gondolatként annyit, hogy a könyvön borzalmasan érződik, hogy az írója nagyon szereti Louise O'Neill munkásságát, aki szintén hasonló jellegű témákat boncolgat ifjúsági irodalomban, csak ő a jóval sötétebb oldalát mutatja be. Ő róla kapta a főszereplő Izzy a vezeték nevét. A következő könyv, amit befejeztem, az ősz egyik legjobban vár megjelenése, ez pedig Susanna Clarke-tól a Piranézi. Ebben a könyvben a főszereplőnket követjük, aki egy hatalmas szoborcsarnokban él, aminek három emelete van, a felső szintjén felhők vannak, az alsó szintjét a tenger ostromolja, és a középső szintjén lehet valamennyire megélni, és ő él egyedül ebben a szoborcsarnokban, és egyetlen más ember van, akivel alkalomattán találkozik a másik. A történetnek a fő konfliktusa pedig akkor kezdődik, amikor ebbe a nagyon szűk, intim világba bekerül egy harmadik ember is. Erről a könyvről nagyon nehezen tudok spoilermentesen beszélni, ugyanis az eleje, a világépítés az nehéz. Úgy érzem, hogy minden könyvről ezt mondom el, de a világépítés ebben a könyvben kifejezetten nehéz így összerakni, hogy hol az Istenben vagyunk, kik vagyunk, hol vagyunk, mi van itt, nagyon nehéz követni. Így maga a könyv első negyede, azt mondanám, borzalmasan nehéz olvasmány, viszont ez alatt így kb. A könyv megtanítja az olvasójának, hogy hogyan kell ezt a könyvet olvasni, úgyhogy ha olvassátok, akkor adjatok neki időt legalább a 80. oldalig. Mert utána a cselekmény eszméletlenül jó lesz. Én körülbelül a 80. oldalnál kezdtem el hangosan üvölteni, hogy mik folynak itt ebben a történetben, és bármit mondanék spoiler lenne, és ennek a történetnek az a fő fantasztikuma, hogy az ember rájön, hogy voltak éppen mi is van itt. És emiatt bármit mondanék, az elrontaná ezt az élményt, és nem akarom. Azt elismerem, hogy a stílus egy picit nehéz lehet, tehát az indokolatlan tulajdonnevesítés olyasmi, amiket más szerzőtől sem viselek el, itt pedig olyan orbitális mennyiségben van, hogy az frenetikus, de meg van bocsátva. Piranézi, a főszereplő egy csodálatos karakter, tehát én mostanság nagyon hiányolom a fantasyből, említettem már idén, hogy a Bilbo típusú, ilyen kedves, segítőkész, mondjuk úgy hope punk karaktereket borzalmasan hiányolom a mostani fantasy irodalomból, és Piranéziből így süt ez a kedvesség, és oda vagyok érte, must protect. Lesz egy bővebb kiveszélő az én csatornámon, a boszorkány különítményemnek a többi tagja is csatlakozni fog hozzám, amikor erről a könyvről fogunk beszélni. Valamikor október folyamán, majd így egyszer csak így kimegy a live értesítő, és azt várjátok szeretettel. A hatodik olvasásom a hónapban Kendra Blake-től volt a Rémálmok lánya, ami az Anna duológiának második és egyben befejező része. Az első részben egy szellemvadász fiút követünk, aki elfogad egy megbízást, hogy egy titokzatos házban egy nagyon véres és nagyon gyilkos szellem lakik, és ezt nyomozza ki, ő lesz Anna, és én az első részt a szerelmi szálltól eltekintve nagyon szerettem, egy nagyon hangulatos, pörgős kiskönyvnek tartottam. Emiatt ugrottam bele a második részbe, ahol, spoiler az első kötetre, a szellemvadász fiunk az első kötet eseményeit dolgozza fel úgy, hogy mindenhova is halucinálja Annát lényegében. Nos, amennyire tetszett az első kötet, annyira nem tetszett ez a második. A kötetnek az egyedüli pozitívum, amit ki tudok emelni, az a karakterek közötti feszkó. Szépen vezette végig Carmelen, hogy mennyire be tud sokalni az, aki nem ebben élt egyáltalán, hogy így milyen sok az, hogy így még annak ellenére is, hogy igen, te ebbe benne akarsz lenni, mert ez jó, meg izgalmas, meg a barátaiddal együtt akarsz lenni, így is baromi sok néha. Ez nekem abszolút bejött. Illetve még volt egy
karakter. Tomásnak a rokon nénia, a finnboszorkány, akit meglátogatnak, na az a rész, az csodálatos volt. Ezen kívül viszont sajnálatos módon nem tudok jót mondani erről a könyvről, ugyanis az előző résznek a jósága elsősorban azon alapult, hogy a szellemes részek, a para részek nagyon parák voltak, amik itt igazából úgy nincsenek, tehát vagy nem azon van a fő hangsúly, hogy a para részeket bemutassuk, vagy nem sikerültek olyan parára. Ezen kívül ebben a történetben is van egy eléggé durva ilyen égből bepottyant, nincsen jobb ötletem, hogy hogyan folytassam a történetet, ezért bedobok egy valamit, ami sokkal nagyobb, és már jóval korábban megmutathattam volna, hogy mi történik a világ másik oldalán típusú történetszállat, tehát be van dobva egy titkos társaság, aminek semmi előzménye nincs az előző könyvben, és csak azért lett behozva, hogy legyen konfliktus. Ez engem valamira irritált. Kifejezetten problémás, hogy van a történetben ilyen sketchy dolog, tehát van egy suicide forest, van egy öngyilkos erdő, ahova az emberek bejárnak meghalni. És erre nyilván, hogyha az ember meghalja, akkor automatikusan Japánra asszociál, mert ott tényleg vannak ilyesmik, viszont a helyszín, ahol van az erdő, az azt hiszem Skócia. És nem. Skóciában nincsen ilyen erdő, ezt egyszerűen megfogták Japánból, és áttették Skóciába. Lényegében Európa vasingolva van, ez az alapból nagyon érdekes és nagyon kultúrához kötött jelenség, és csak esztétikáért, meg hogy nem tudom, könnyebben eladható legyen az embereknek, fogalmam sincs, de baromira nem tetszett. Viszont az totális katasztrófából, ami ez a történet volt, felhúzta a történetet a vége. A történet vége valami olyasmi volt, amit megérdemeltünk, ezután a felvezetés után, semmi más nem fogadtam volna el, különben vattacukrot hányok, és ez így van jól. Utolsó könyv, amit elolvastam, pedig nem más, mint Benjamin L. Science-től az Aristotle és Dante a világ mindenség titkainak nyomában. Oké, ezt nem elolvastam, hanem meghallgattam, az angol hangos könyvet hallgattam meg, ugyanis én egyszer ezzel a könyvvel már próbálkoztam július elején, és borzalmasan nem tetszett a magyar fordítás, és nem voltam benne biztos, hogy a magyar fordítással vagy alapból az eredeti szöveggel van problémám. Most már tudom, az eredeti szöveggel van problémám. És megpróbálkoztam a hangos könyvvel, amit Lin-Manuel Miranda olvas fel. Ő egy olyan ember, akivel el lehet adni dolgokat embereknek, no. Történetként mexikói-amerikai srácnak a barátságáról szól. Így röviden, ennyi. Első olvasatra jó volt a megérzésem, hogy én ezzel a könyvvel nem leszek barát, és tényleg nem lettem barát, ugyanis lényegében egy darab pozitívumot nem tudok kiemelni ezzel a könyvvel kapcsolatban, ami nekem jól esett volna, ami velem rezonált volna. Ami ijengedőt köteteknél általában jellemző, de ennél kiemelkedően frusztrált, az a túl sok párbeszéd, túl kevés leírás. Ezzel nekem általában nem szokott gondom lenni, mivel nincsen lelki szemem, a leírások nekem lényegében teljesen feleslegesek, hogyha fizikai leírás, az érzelmi leírásokat viszont értékelném, és azok is hiányoztak a könyvvel. Ezek mellett a párbeszédek ilyen nagyon gyakran egymás ismétlése, vagy saját magad ismétlése, ami nem egyszer és nem kétszer volt használva, hanem minden oldalon, minden egyes pillanatban, és baromira idegesítő volt. A stílus ennek alá játszik, a prózája pofon egyszerű, nagyon rövidek a mondatok, tömondatok vannak, és tele vannak tinédzser világfájdalommal, jócskán túllépett a határon, és nekem mindenki azt mondta, hogy ez a könyv annyira lirikus, meg ilyen költői leírás módja van, én meg felvettem a kis okulárimat, hogy hol egy darab elemet nem láttam benne. Ezt a könyvet elsősorban azért olvastam el, mert ez az egyik legnépszerűbb meleg ifjúsági könyv, ami létezik. Nincs olyan LMBT könyvajánló a Földön, ami ezt a könyvet nem emeli ki. Ebben a tekintetben nagyon szeretném szeretni, de nekem románcba ez nagyon lassú volt. Tehát tudom, hogy a slow burn romance egy olyan trúp, amit általában az emberek szeretnek, és én is általában szeretem, hogyha felépül valahonnan valami. Lehet, hogy tínédzserek közt felesleges kémiát várnom, de nekem ez a könyv nem adta meg azt, amit én általában az LMBT könyveimtől szeretek és elvárok. Lett volna olyan időszak az életemben, amikor ezt szeretem,
de szerintem vannak olyan ifjúsági könyvek, amik ennél sokkal jobban ábrázolják ezt az egészet. Nem tudom pontosan, hogy hol hagytam abba az előző mondatot, mert azóta elmentem egy tangense az internalizált homofóbiáról és a főszereplő kapcsolatáról, és hogy mennyire jelenik per, nem jelenik meg benne, és nem igazán tudom, hogy ez mennyire csak az én olvasatom, és mennyire akarta a szerző, hogy benne legyen. Nevermind, valószínűleg csak az én olvasatom, akkor viszont nem akarom ezzel elvenni azoknak a kedvét, akiket csak ezt tartana vissza. Összességében nekem nem tetszett a könyv. Ezzel szerint inkább Jen Dinelsontól olvasnám el, és ajánlanám a Neked adom a napot című könyvet. Effektíve annak tényleg költői prózája van, és hogy szépen be vannak mutatva az érzések. Zárjuk le ezt a videót, mert ennél nem lesz jobb. Szóval ez volt az a 7 könyv, amit szeptemberben sikerült befejeznem. Kommentben írjátok le, hogyha ezek közül olvastatok valamit, és mi a véleményetek róla, vagy hogy mi volt a ti kedvenc szeptemberi olvasmányatok, mit terveztek októberre, meséljetek. Addig is köszi szépen, hogy végignéztetek, viszlát legközelebb, sziasztok!